viszontlátásra a nagy magyar feltámadás örökké valóságában. Láng József, a Magyar Távirat Iroda és a Rádió alelnöke, munkatársainak nevében mondott utolsó Isten hozzádot. Utoljára szólok hozzád, és szavaimmal azoknak búcsúját tolmácsolom, akikkel együtt dolgoztál, akiknek nem csak főnöke, de gondviselő atya jó barátja is volt. Vezérünk, fűbajtásunk, Istenedet. Olasz külügyminiszter gépkocsiján a város lelkesen ünneplő közönségének sorfalai között a Dunapalotában lévő szállására hajtatott. Tisztelgés a hősök kövénél. Viszontlátásra a nagy magyar feltámadás.
utoljára szólok hozzád, és szavaimmal azoknak búcsúját tolmácsolom, akikkel együtt dolgoztál, akiknek nem csak főnöke, de gondviselő atya és jó barátunk. Ezért hűbajtásunk Isten. Thank you.
Barátságos asszonyom. Barátságos asszonyom. Oda a fürdő. Kicsitek, abból is egy kicsit. Masszőz. Kicsoda? Nagyságos asszonyom, megbírtóztatik, elégedne lenni. Egész le vagyok sújtva. Hiszen maga a szerelmét akarta hazavinni. Ez igaz. Na de most keresztül húztam a számítását. Ahogy vesszük. Hát kérem, vigyen engem azonnal haza. Tessék. Erzsébet út 34. Katalin, Kupnoki Gábor és a Pro Muzika együttes énekel, Kis Ferenc Hegedű, Várhelyi Antal orgonál, kísért Turán László, Berki Géza és Erdélyi Antal. Budapesti tömegközlekedésben jelentős változást hozó metró 5 éves évfordulójához közeledik. A lakosság széles körében közkedvelt mozgó lépcső az átadás óta csak a Blaha-Lujza téri megállóban. Naponta 120 ezer utast szállít a mélybe.
A közlekedési vállalat szakemberei szerint a jövő tömegközlekedési eszköze a metró.